Az egészségügyi ellátási rendszerről beszélt Szabó Lóránt, a Természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület képviselője. Elmondta, hogy az előterjesztés megállapította, a belvárosban nagyon kevés olyan ingatlan helység van, amely a mai kor követelményeinek megfelelő szolgáltatást, ellátást képes biztosítani. Ezért a Természetesen Dombóvár Közéleti Egyesületnek az a javaslata, hogy a Szigeterdőbe építendő 600 fős szabadtéri színház helyett sokkal inkább egy belvárosi orvosi rendelőt, STK-t, vele együtt egy kis patikát kellene megépíteni, és e tekintetben az Európai Uniós források biztosítanák az építkezésnek a finanszírozását, valamint van egy ötletünk az elhelyezkedés tekintetében is, egy olyan telek, mely két utcáról is megközelíthető és nagyon frekventált helyen van a belvárosban. A képviselő testületi ülésen az egészségügyi alapellátáshoz tartozott egy nagyon fontos kérdés. Mivel nyugdíjba vonult az eddig hivatását kiválóan teljesítő Pusztai Erzsébet doktornő, ezért a háziorvosi praxis betöltésére kerestek orvost, ami már megoldódott, mondta Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere. Az a rendelő a gimnáziumban szemben, ahol eddig is végezte tevékenységét, sajnos már több év volt alkalmatlan volt, hiszen az épületet fölött elő lakásokat meg ki is kellett ürítenünk, hiszen azoknak a karbantartására az elmúlt 25 évben az előző önkormányzat egy forintot se költött. Nyilván ezzel párhuzamosan már előző testetülésen tárgyaltuk az orvosi ügyelet kérdését, akik pillanatban egy másik rendelőző intézetünkben működnek, ugye az ő ellátásuk átalakul, és az OMSZI fogja végezni, és felszabadul a rendelőintézetünk, ahova az új háziorvosnak tudunk rendelőt biztosítani. Ezzel párhuzamosan a védőnői kérdés is bekerült a megvitatandó témák közé, hiszen eddig 8 plusz 1 védőnő látta el feladatát Dombóváron. Ez pedig egy szokatlan helyzet volt, tette hozzá a polgármester. Az önkormányzat volt a munkáltató, a szakmai irányítását pedig a kormányhivatal végezte. Július 1-ével a munkáltató és a kormányhivatal lesz, és a szakmai irányítástől fogják végezni. Én ezt a megközelítést, amely irányban most elmozdultunk, szerencsésnek tartom, hiszen nyilván legyünk őszinték, ma a humán erőforrás tekintetében a szakmai irányításra alkalmas személy az önkormányzatnál nem volt, és én azt gondolom, hogy egyik önkormányzatnál sincs, és nyilván ez egy kormányhivatali feladat. Mindezek által bízom benne, hogy ettől ez az ellátás nem romlani, javulni fog, hiszen ugyanaz lesz a szakmai irányító, aki egyébként a munkáltató. A testületi ülésen egy másik fontos kérdés a költségvetés megvitatása is helyet kapott. Többször felmerül olyan területek értékesítése is, ami egy-egy vállalkozás bővülésének lehetőségét segíti elő. Ez azonban feladat is, hiszen munkahelyteremtésben aktívan csak akkor tudnak részt venni, ha mindenben hatékonyan együtt gondolkodnak és mozognak a helyben működő vállalkozásokkal, hangsúlyozta Pintér Szilárd polgármester.